estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Folytatódnak a bűnmegelőzési programok. Végre megszűnhet a Nagyéri csatorna bűze. Még kitart a hőség. Júliusban és augusztusban is folytatódnak a bűnmegelőzési programok, melyeket Makóváros önkormányzata és a Makói rendőrkapitányság közösen szervez. A különféle interaktív bemutatókon szerzett információk elméleti tesztelését otthonukban is elvégezhetik az érdeklődők a város honlapján található kvíz kitöltésével. Korábban beszámoltunk már arról, hogy Makóváros önkormányzata pályázatot nyújtott be a belügyminisztériumhoz bűnmegelőzési projekt megvalósítására. A 1,5 millió forintos sikeres pályázat eredményeként áprilistól a város és a térség településein élők önvédelmi képességét erősítő műsorok, előadások és rendőrségi bemutatók, valamint képzések kerültek megrendezésre. Legközelebb most hétvégén a Fürdőfesztiválon, majd pedig augusztus 26-án a Szent István téri napon tartanak ilyen programot. Fontos megjegyezni, hogy ezt inkább a fiataloknak és az időseknek készítjük ezeket a programokat, hiszen ők a legveszélyeztetebb korosztály. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy hogyan tudják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben áldozatok lehetnek bűncselekmények kapcsán. Az interaktív beszélgetések mellett a város honlapján is létrehoztak egy oldalt bűnmegelőzési program Makón címmel. Ennek célja, hogy a prevenció eljuttatása közvetlenül a lakosság otthonában történjen. Illetve ezzel is lehetőség nyílik a naprakész információk megosztására, a gyors és egyszerű tájékozódásra, valamint a szerzett információk elméleti tesztelésére is. A kérdések azok nem nehezek. Szinte próbálom a napi életből összeállítani ezeket a kérdéseket. Van, amikor egyik kérdés utal a másikra, és azért erre mindig nagyon látom a gyerekeken is, meg az idősekben is, hogy nagyon boldogok, mikor rájönnek, hogy hoppá, ez kapcsolódik, és hát remélem, hogy ezáltal ugye jobban bennük is megmarad. Emellett az is nagyon fontos, hogy aki részt vesz egy-egy ilyen eseményen, és jól válaszol a kérdésekre, értékes nyereményekben részesülhet. Aki pedig a makó.hu aloldalán található 13+1 kérdéses tesztsort helyesen tölti ki, a programsorozat záró rendezvényén akár a fődíjat is megnyerheti. Még a nyár folyamán megtörténik a Nagyéri csatorna kikotrása, így előreláthatóan megszűnik vagy mérséklődik az a kellemetlen szag, melyet a környezetében élők, közlekedők éreznek már jó ideje. A kanálist több mint 10 éve nem takarították ki. A szakemberek szerint hatalmas mennyiségű szemét lehet benne. Habos, sötét, zöld, szinte már fekete víz csordogál a Nagyéri csatornában. Már a kórház bejáratánál lehet érezni azt a jellegzetes, bűzös szagot, melyet áraszt magából. Közelebb érve romlik a helyzet, és az is láthatóvá válik. Rengeteg szemetet haigáltak el a partján, így könnyen el lehet képzelni, mi lehet a víz alatt. Sajnos a csatornát bizonyos makói személyek vagy környékbeliek szemétlerakó helynek minősítették, és ide hordják a kommunális hulladékot, ezt beledobják. Ez akadályozza a csatornának a szabad áramlását, és ezáltal a csatorna még erősebben ontja magából ezt a jellegzetes szagot. A kanális nyitott része mintegy 1 kilométer, a környékén több százan laknak, így sokak életét keseríti meg a kellemetlen bűz, melyet áraszt magából. Sokan attól tartanak, hogy a helyzet még rosszabb lesz, ha a Kelemen László utcai termálkút vizét is ideengedik, holott már évek óta termálvíz folyik bele, a kórházból és a közeli kertekből. A szakemberek szerint a kotrás segíthet a problémán, hiszen ha megszabadítják a csatornát a szeméttől, nem csak tisztább lesz, hanem az áramlása is gyorsabbá válik. A tisztításhoz szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. Fontos elmondani, hogy ez 3 összetevőből van. Aki elvégzi magát a kotrást, annak is engedélye kell rendelkezni, aki elszállítja ezt a kodrási meddőt, annak is, illetve az elhelyezésére is külön engedélye jogosult telephelyre lehet csak elhelyezni, ami sajnos jelenleg Makón nincsen, legközelebb Hódmezővásárhelyen. A csatornát már több mint 10 éve nem kotorták ki, így nem csoda, hogy meglehetősen koszos. Az első tisztítást még nyáron elvégezteti az önkormányzat, majd ezt követően minden évben ki fogják takarítani. A mai napon több órán át megközelítette a 40 fokot a hőmérő higanyszála Makón, és az előrejelzések szerint a kánikula még holnap is kitart.
A rekkenő meleg sokak szervezetét megterhelheti, jelentkezhet álmatlanság, dekoncentráltság, fejfájás és migrén, de nehéz napok várnak a szívbetegekre és a vérnyomás panaszokkal élőkre is. Önfeledten pancsolnak a makói hagymatikumban a gyerekek, de nem csak ők, hanem sokan a felnőttek és az idősek köréből is ezt a helyszínt választották a hőség elviselésére. Nem ilyen szerencsések azonban, akiknek kültéri munkát kell végezniük, vagy elintézni valójuk akad a városban. Ilyenkor a védőkalap, világos ruházat, a megfelelő mennyiségű folyadék, na meg a fagy is segíthet. A mai napon több órán át kitartott a 40 fok, és az előrejelzések szerint holnap sem lesz még enyhébb az időjárás. A nagy meleg mindenkit megterhel, de a krónikus betegeket érintheti a legérzékenyebben. Különösen a szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek érdemes hűvösebb helyeken tartózkodniuk, és kerülniük a fizikai megterhelést, mondta el híradónknak dr. Nagy Jenő kardiológus. A folyadékbevitel az nagyon fontos, tehát ilyenkor a bőrünkről másfél-két litert is el tudunk párologtatni, különösebben mozgás nélkül is természetesen, aki dolgozik, vagy valamilyen aktív tevékenységet folytat, ennek a többszörösét is el tudja veszíteni, így ennek a pótlása nagyon fontos. Azzal tudjuk talán követni a folyadék háztartásunkat, illetve a bevitt folyadék mennyiségét, hogy elége vagy szükséges, hogy hát amit ürítünk, tehát a vizeletünk az legyen megfelelő mennyiségű, és nehogy lecsökkenjen, mert akkor az azt jelenti, hogy kiszáradt az illető. A sok folyadék mellett, amely lehetőleg cukor és alkoholmentes legyen, érdemes könnyű ételeket fogyasztani. Az előrejelzések szerint a délalföldön csak szerdán számíthatunk némi enyhülésre. Ekkorra ismét 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, meghaladhatja a 7-es fokozatot, amikor a bőrünk akár 20 perc alatt is leéghet. Ezért 11 és 15 óra között kerüljük a direkt napfényt. Vasúttörténeti kiállítás, hajtányozás és szórakozás. Ezek jellemezték az állomástéri napot és a vasutasok napját. A kettős eseményt Toldi János önkormányzati képviselő kezdeményezte, melyre sokan voltak kíváncsiak. A MÁV ZRT-vel közösen tartott városrésznapot a 6-os választókörzet. Az állomástér hosszú idők óta ilyen csendes, hiszen naponta csupán 2 vonat közlekedik. Szombaton azonban szép számú érdeklődő érkezett a vasutasok napjával egybekötött rendezvényre. Még a kicsiket a vonatok, a ruházatok és a különféle bemutatók, addig a felnőtteket a nosztalgia csalogatta a helyszínre. Hosszú idők után első alkalommal rendezték meg a család eseményt, melyet Toldi János a városrész települési képviselője indítványozott. Az igazi mai világunknak az a jellemzője, hogy mindig újat kitalálni. Talán ezzel lehet legjobban megfogni azt a közönséget, aki egyre jobban magába fordul, és nem tudjuk kimozdítani otthonról. Na most nálam az volt, hogy valamikor régebben is az állomástéren rendeztünk ilyen választókerületi napot. Szerencsésen elmentünk egy kicsit kiruccanni a Kálvin térre, nagyon jó volt, de ott valami úton-módon tulajdoni viszonygondok alakultak, és így úgy gondoltam, hogy most már visszatérek megint. A nap folyamán vasút történeti és makett kiállítás várta a résztvevőket, de voltak különféle tárgyak és erekkék is. Ezeket a vasút történeti alapítványtól kapták. Az érdeklődőket leginkább a több mint 60 esztendős sínbicikli, vagyis a kézi hajtány vonzotta, melyet ki is próbálhattak. Mint Szlama Benedek állomásfőnöktől megtudtuk, a makói vasútvonalnak 134 éves múltja van. 1883. január 6-án jött be Kiszombor felül az első vonat, 11 és 12 óra között 5000 ember várta, 5000 ember várta ezt a vonatot, és ez egy óriási lépés volt akkor Makónak, és az országnak, és a világnak. Továbbá az is kiderült, a kezdetekben egymást érték a személyvonatok, sőt még teherszállítók is áthaladtak a marosparti megállón. Az állomásnak saját konyhája és szolgálati lakásaik is voltak. Azóta azonban sok minden megváltozott, ám a régi időkre boldogan gondolnak vissza a környék lakói. Amikor 68-72-ig szinte naponta középiskolába, azt azóta aztán majdnem körülbelül 20 éve nem ültem vonaton biztos, mert most már más a világ teljesen. De akkoriban bejáróként középiskolában is sok-sok emlékem fűz ide. Nem részletezem, hogy a nejemmel
vonaton ismerkedtünk meg. A nosztalgia mellett a szórakozás és a vendéglátás sem maradhatott el. Mindenki hűsítő limonádét kortyolva és zsíros kenyeret majszolva élvezhette a színpadi programokat. Ismét gitárkurzus tartott a Kiszomboron. Ennek egyik momentumaként a Zenepavilon rendezvénysorozat keretében Csáki András és ifjú gitárművészek adtak koncertet a Hagymatikum előtti téren. Immár negyedik alkalommal adott otthon Kiszombor a Rónai Dániel gitártanár által szervezett neves programsorozatnak. Rót Ede, Szilvágyi Sándor és Csáki András gitárművészek, valamint Stahó László zenetudós kurzusára az ország minden szegmenséből érkeztek, többnyire konzervatóriumban, illetve főiskolán, egyetemen tanuló hallgatók. Minden nap vannak egyéni órák, illetve kamaraórák is, és nyilván minden tanárhoz igyekszünk beosztani úgy a résztvevőket, ahogyan ők azt előleg szerették volna, és minden nap vannak közös programjaink. Előadásokat szerveztünk, jógáztunk, voltunk a Hagymatikum fürdőben, illetve voltunk itt Makón egy kis kulturális sétán, és hát többnyire előadásokat szerveztünk, szakmai jellegű előadásokat, de voltak itt közös bográcsozástól kezdve mindenféle jó hangulatú program. A gitárkurzus szerves részeként Csáki András és ifjú gitárművészek adtak koncertet a Hagymatikum előtti téren. A fellépők változatos műsor összeállításra törekedtek, többek között a Capriccio Diabolico és a Traviata Fantázia mellett számos modern, kortárs magyar szerződarabja is hallható volt az este folyamán. Olyan műsorral készültünk, amin dolgoztunk a tanítványokkal, illetve én nagyon fontosnak tartom, hogy én is gitározzak itt, hiszen akkor vagyok hiteles, hogyha én magam is megmutatom, hogy viselkedem színpadon, milyen darabokat játszunk. Én azt gondolom, hogy itt mindenki kipróbálhatja az elmúlt héten tanultakat. Filó Dóra jelenleg a Győri Főiskolán tanul, 7 évvel ezelőtt kezdte el a hangszerművelését, azóta minden lehetőséget megragad a fejlődésre. A kiszombori gitárkurzuson már másodjára vett részt, a tavalyi évhez hasonlóan most is koncertezett. De fontosnak tartom egy ilyen kurzuson a fellépési lehetőséget, mert így gyakorlatot szerzünk és felléphetünk például szakmabeli tanárokkal is. A Zenepavilloni gitárestről készített hosszabb összefoglalónkat a Csütörtök esti Társalgó című kulturális magazinumban láthatják. Most pedig lássuk kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Folytatódnak a bűnmegelőzési programok. Végre megszűnhet a Nagyéri csatorna bűze. Még kitart a hőség. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. Az időjárás előrejelzést követően kommentár nélküli rovatunkat láthatják a makói hőségről. 18 óra 17 perces kezdettel Társalgó című színes kulturális magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 50 perckor az Ófalui Fafaragó című dokumentumfilmet nézhetik meg. 19 óra 5 perckor portréfilmet láthatnak Tatár Istvánról, majd 19 óra 20 perckor Nóta délután a Nóták szerelmeseinek második része következik. Kedves nézőink, ez volt a híradó este 6-kor. Holnap is én várom Önöket friss hírekkel. További kellemes tévézést kívánok, és vigyázzanak magukra ebben a rekkenő hőségben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!